Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és a mai videóban ellátogathattok velem hódmezővásárhelyre, de egy kicsit másféleképpen, mint ahogy eddig bármikor is tettük, ugyanis a mai videóban egy kicsit tanulni fogunk, ugyanis a mai videóban szó lesz továbbtanulásról, lovakról, állattenyésztésről, egy kicsit mezőgazdaságról is fogunk beszélni. Fogtok találkozni a régi edzőmmel is, ő is fog nektek pár érdekességet mondani. Úgyhogy azt ajánlom, hogy induljunk is el, ugyanis nem sokára otthon vagyunk, és hogyha hazaértünk, akkor kicsit részletesebben elmondom nektek, hogy miről is lesz szó a mai videóban. Milyen régen ültünk már ennél a háttérnél. Arra gondoltam, hogy kezdjük itt ezt a videót, és elmondom nektek, hogy miről is fog szólni ez a három részes kis sorozat, ugyanis ez egy sorozat lesz, ami együttműködésben készül el a Hello Modern Agráriummal, és ami miatt elvállaltam ezt a munkát, az nem más, mint hogy három iszonyatosan érdekes témával fogok nektek érkezni, sok szakértőt megszólaltatva, viszont az első, a mai rész, az nagyon közel áll a szívemhez, ugyanis lótenyésztésről, állattartásról lesz szó, kicsit egybevegyítve a továbbtanulással, és nyilván több dolog miatt is közel áll hozzám ez a téma, az egyik egyértelműen a lovak, a másik pedig, hogy az a kar, amiről kicsit beszélni szeretnék nektek bővebben, az nem más, mint amire az én tesóm is jár. Eredeti terveim szerint ő is itt lett volna velem, viszont sajnos nem ér rá, úgyhogy egyedül kell nektek elmondjam. Kicsit később a videóban fogtok találkozni Sovák Péterrel, aki az én edzőm is volt, hogyha nem költöztem volna fel Pestre, akkor még mindig az edzőm lenne. Öcsinek viszont még jelenleg is ő az edzője. Nagyon sokan jeleztétek már egyébként a komment részlegben, hogy ismeritek és tudjátok, hogy kiről van szó. Kicsit később vele fogok beszélgetni, és nagyon sok érdekességet meg fog velünk osztani. De először is szeretnék nektek pár dolgot elmondani, amit öcsi mondott egyébként a suliról. Ő a vidékfejlesztési agrármérnök szakra jár, ami kifejezetten kézenfekvő neki, egyrészt azért, mert itt van hódmezővásárhelyen suli, tehát nem kellett sehova elköltöznie. Másrésztről pedig teljesen profilba vág neki, ugyanis nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, vagy mondtam-e már, biztos, hogy mondtam. A lovardát egyébként jelenleg 100%-ban, na jó, legyen 95%-ban Sanyi igazgatja nálunk, úgyhogy amit most tanul, azt a későbbiekben teljes mértékben tudja majd kamatoztatni. Ha valaki nem hódmezővásárhelyi, és soha nem szerepelt az élet céljai közt, hogy itt tanuljon, itt éljen, akkor szeretném nektek elmondani, hogy lótenyésztés, illetve lovasport szervezői szak a Szent István Egyetem Kaposvári kampuszán is van, amit egyébként mi rendszeresen látogattunk. Nem szó szerint magát az egyetemet, viszont nagyon sokat jártunk Kaposvárra versenyezni, és az egyik kedvenc helyszíneink közt szerepelt, ugyanis egy nagyon tiszta, rendezett és minőségi környezetben tudtunk mindig ott versenyezni. És a lótenyésztés mellett az állattenyésztéshez kapcsolódóan agrár- és mezőgazdasági mérnök szakokat is lehet egyébként választani a Szent István Egyetem gödöllői, illetve kaposvári kampuszán is. Az összes egyetem olyan helyen helyezkedik el, ahol természetközeli környezetben zöld kampusz tanulhatnak a hallgatók, úgyhogy minden lehetőség adott, hogy fantasztikus éveket töltsetek el ott. Viszont tekintve, hogy én hódmezővásárhelyi vagyok, a szívem egy kicsit ide húz, úgyhogy elmondom nektek, amit Sanyi szeretett volna elmondani, és elmesélem, hogy az a szak, amire Sanyi jár, az hogy is néz ki egy kicsit pontosabban. Lehet, hogy vagytok itt páran, akit érdekel, hogy vidékfejlesztési agrármérnök végzettséggel hova lehet elhelyezkedni, illetve mit is takar ez. Termeléssel, szolgáltatással, illetve szaktanácsadással összefüggő feladatokat lehet ellátni, mint például szervezési, irányítási, adminisztratív, logisztikai, illetve irányítási feladatok. Olyan feladatok ellátásához szükséges szakismerettel fognak rendelkezni, mint például szakigazgatás, pályázati írás, menedzsmenti feladatok ellátása, illetve vidékfejlesztési programok tervezése és lebonyolítása. Ami miatt egyébként jelenleg Sanyi nem ér rá, az a hetesi gyakorlata, és erről nekem is szokott mesélni rendszeresen, még úgy is, hogy nem élek otthon. És ha bár nem találkozunk nap mint nap, szerintem elég rendszeresen szoktunk beszélni, és elég sokszor meg szokta említeni az iskolával kapcsolatos élményeit, amiben biztos vagyok, hogy nagyon jó közösség alakult ki náluk a suliban. Ezen kívül pedig természetesen egy csomó olyan dolgot tanul, ami egyébként is érdekelte már, és esetleg tudott is róla,
viszont sokkal mélyebben beleássa magát, és amennyire én az elmesélésből hallom, nagyon élvezi. Aki Hódmezővásárhelyi egyébként annak, vagy itt a környéken él, annak nem hiszem, hogy be kell mutatni, de aki esetleg nem hallott még róla, annak elmondom, hogy itt Vásárhelyen szokott lenni minden évben állattenyésztési napok, és amellett egyébként, hogy természetesen rengeteg állatot meg lehet nézni, vannak termeléssel kapcsolatos kiállító standok is, vannak állattartással kapcsolatos standok is, tehát üzleti szempontból is egy nagyon érdekes kiállítás, viszont ha csak szórakozni akarsz eljönni, akkor is nagyon jól tudod érezni magad. Rengetegféle ételt ki lehet próbálni, és ezen kívül verseny is szokott lenni. Ha jól emlékszem, akkor körülbelül 4-5 éve lehetett, hogy én is indultam. Hagyományos magyar fajták szoktak egyébként itt versenyezni. Különböző magasságokon vadász versenyszámokban lehet versenyezni. Mindig egy nagyon érdekes és izgalmas állomása volt egyébként ez a versenyszezonnak, ugyanis hazai pályán versenyezni egy nagyon-nagyon különleges érzés, és a jó eredmény valahogy még jobbnak számít hazai pályán, úgyhogy én mindig imádtam az állattenyésztési napokra járni. Azt hiszem egyébként, hogy vannak iskolák, ahol ez közös osztályprogram is egyébként. Amíg itthon éltem, addig az edzőm voltál. Te voltál tanár is, és... Központi lótrész is tervezető voltam. Mellette tanítottam az iskolában. Uh-huh. Elég jártas vagy a tenyésztésben is, úgyhogy erre vonatkozóan tennék fel neked pár kérdést. Az első kérdésem az lenne, hogy pár őshonos magyar fajtát megemlítenél-e nekem, és elmondanád-e, hogy mire használták őket régen, illetve a mai időben használjuk-e még őket, és ha igen, akkor mire? Őshonos magyar fajtákról tulajdonképpen gyakorlatilag a 20. századtól beszélhetünk. Árpád korában is, a honfoglalás után is azért szerepet játszottak. És akkor itt jönnek az új fajták, itt jönnek az őshonos magyar fajták, mint a Nonius, amelyek ma is azok, mint a Nonius, mint a Furiosum Norsztán, mint a kisbéri félvér, mint a lipicai, ugye, amelyek Magyarországon és a Magyar Királyság területén voltak tenyésztve, vagy a Monarchia területén. Ja, és a Gidrán természetesen. Hogy mire használták ezeket a fajtákat, és mire használják ma? Természetesen, amikor ezeket a fajtákat kialakították, vagy kitenyésztették, akkor célirányos volt. Azt tudták, hogy a nónyoszt arra tenyésztik, hogy tudja valami az ágyú talpat húzni, hogy a nehéz tüzérséget tudja kiszolgálni valami. Tudja, hogy az áruszállítást a hadseregben azt tudták, hogy olyan nyugodt, kitartó, erős, szervezeti szilárdsága rendező fajta kell, aki a magyar parasztnak az enkélyét húzza. Aztán kellettek katonai hátasok, amelyek könnyen mozogtak a harctéren, amelyek jó készségesek voltak, bátrak voltak, gyorsak voltak, kitartak voltak, erősek voltak, szervezeti szilárdságok volt, de szépek is voltak, jól néztek ki, kívül jól mozogtak. Akkor itt voltak ezek a fajták, mint a kisbéri félvér, és itt volt a gidrán, amelyek erre megfelelően, vagy később a Furiosum Norsztán, hasonló célra, mint a kisbéri félvér, könnyű katonai hátasnak, huszárságának az igényeit ki tudják elégíteni, és szintén a kisbéri félvér is erre a célra jött létre. A modern korban, miután már változott a helyzet, és másra használjuk a lovat, mint a múltban, az ember elkezdte a saját gyönyörűségére, a saját sportolási céljaira használni a lovat, és ezek a fajták ezek tovább is megmaradtak erre a célra. Ezeknek a fajtáknak a fennmaradás egy óriási csoda. Nem beszél róla, hogy ma már újra tenyésztik őket, úgyhogy ma már minden őshonos fajtát tenyésztő egyesületek tenyésztenek, ők határozzák meg a fajta cél, tenyésztés céljait, ők azok, akik ennek a feltételeit biztosítják. A csapatunkból az egyik nagyon kedves laikus barátunk megkérdezte, hogy miért van az, hogy egy jó sportló csillagászati összegbe kerül. A jó sportló az csillagászati összegekbe kerül, mint egy jó versenyautó is. Egy szuper Forma 1-es versenyautó, az nagyon sok pénzbe kerül, mert azt csak a szakemberek tudják, hogy miért olyan nagyon jó. Igaz? És kevés van belőle. Minél kevesebb van belőle, annál drágább. A sportlón is így van, hogy mivel a igazán nagyon jó képességek, a nagyon jó, úgy szoktuk ezt mondani, hogy a sportlónál, hogy azok az értékmérő tulajdonság, amelyek egy sportlovat eredményessé tesznek, azok az értékmérő tulajdonságok, azok határozzák meg a sportlónak jó tulajdonságait természetesen. És ez a ló az eredményességének
köszönhetően nagy értékű lesz, hiszen kevés van belőle. Ami még itt nagyon fontos, hogy miért. Tehát ezért, mert koncentráltak benne a tulajdonosok, és mert kevés van belőle, igaz? És ha valaki hozzá akar jutni, a kevéshez akkor az nyilvánvaló drága, ezért forint is összeg. Itt annyit azért szerintem mondjunk el, csak hogy akik nincsenek benne a témában, azok is értsék, hogy kortól, származástól és eredményektől függően itt 10 000 eurós összegektől 100 000 eurós összegeken át, akár milliós eurós összegekig is beszélhetünk egy lóról. Egy ló esetén, így van, így van. És nem ritka, hogy külföldön több millió dollárért, eurókért kelnek el. Nyilvánosan néztem a tavalyi hannoveri fiataló árverést, egy 3 éves mincskó 2,4 millió euróért kelt el. Igen. És ez egyáltalán nem ritka dolog. Ez nem ritka. Lenne egy olyan kérdésem, hogy milyen végzettség szükséges ahhoz, hogy valaki ilyen szinten állattenyésztéssel foglalkozzon, leginkább lótenyésztéssel? Manapság már valaki lótenyésztéssel foglalkozzon, ahhoz agrár végzettség szükséges. Magyarországon ahhoz, hogy valaki mondjuk lótenyésztési genetikát tanuljon, és belülről megismerje a lótenyésztés rejtelmeit, az felsőfokú végzettség kell, vagy agráregyetemet kell végezni, és akkor utána el kell végezni a lótenyésztő szakmérnökit, és akkor szerintem maximálisan hozzáfér a megfelelő tudáshoz. De hát gyakorlat teszi a mestert, úgyhogy gyakorolni kell. Azt mondom, igazán lovat azt tenyésztő, aki tart is. Azt gondolom meg is lehet tanulni, de mindenféleképpen ló mellett kell élni ahhoz, hogy az ember megtanulja. És akkor utoljára szerintem tanácsot szeretnék tőled kérni. Mit ajánlanál azoknak a fiataloknak, akik úgy döntenek, hogy agrár területen szeretnének tovább tanulni, és esetleg aztán lóval kapcsolatos területre mennének tovább tanulni? Azt ajánlanám, hogy ma a gazdaképzés a mezőgazdasági iskolákban elindult, tehát az általános iskola elvégzése után gazdaképzésben lehet részt venni. Ez lehetőséget ad arra, hogy a gazdaképzésen belül valaki szakosodjon és elinduljon a lótenyésztés irányába. Ezeknél az iskoláknál általában van választási lehetőség később, tehát el lehet indulni az agrárszakmában, úgyhogy a ló tenyésztés, lótartás, lovaglás mellett tölt valaki. Lótenyésztés adják a pajukat, vagy már a családból hoznak lótenyésztéssel kapcsolatos örökséget, vagy akár hajlamot, akkor azok megtalálják a szerepüket ezekben az iskolákban. Vagy egyszerűen csak a ló mellett eltölti az ember az életét, mint sportoló, mint például te is, és aztán utána a középiskola, utána agrár iskolába megy. És szerintem igazán, akik felsőfokú végzettséget akarodnak, ez az út, hogy sportol, otthon a gimnázium közben, sportol, és akkor minél rövidebb időn belül felsőfokú szakképzésre kell menni. Mellette persze lehet sportolni. Persze. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ha valaki választás előtt állt, akkor remélem, hogy tudtam neki egy kicsit segíteni. Hogyha pedig még bizonytalanok vagytok, akkor vegyétek a mezőgazdasági szakokat is fontolóra, ugyanis rengeteg lehetőség rejlik ezen a területen is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!